következő előadónk az Artis Jus szerzői jogvédő irodától érkezett, annak a PR és kommunikációs igazgatója, és az ő témája szintén azt gondolom, hogy sokunknak már eszünkbe jutott, miközben adott esetben letöltöttünk egy dalt az internetről, hogy vajon ez milyen jogi kategóriába esik ez a cselekedet, és erről fog most nekünk beszélni. Tóth Péter, Benjamin, fogadjátok szeretettel. Köszi szépen. Kicsit aggódom, mert én nem tudtam így végigfuttatni az előadást, de remélem nem sülök bele. No, olyan témát hoztam nektek, amit egyébként nagyon régóta nem mertem érinteni, és nem ismertem volna érinteni egyáltalán, hogyha nincs ez a kedves felkérés. Annyira tulajdonképpen meghatott ez a nagyon izgalmas és nagyon lelkes érdeklődés, hogy gondoltam, hozzunk valami olyat, amit egyébként nem mondanék el, nem vállalnék be sehol. Becsukjuk az ajtókat, most már csak egy páran látnak itt ezen a kamerán keresztül. Szóval, hogy lopás vagy nem lopás az, ha valaki letölt valamit a netről. Nem tudom, hogy mennyire fáztok, egy kicsit mozogjunk. Egy próba esetleg, hogy akinek van bal keze, emelje föl. Jó, csak hogy itt vagytok-e? Látom, oké. Na, akkor ki az, aki szokott lopni járni? Na, ne, biztos nem. Én nem, ez tévedés volt. Ki az, aki nézett már letöltött sorozatot? Igen, internet letöltött. Ki az, aki szerint ez lopás? Nem tudom, én se. Egyébként én se tudom. No, hát onnan kell valahol indulni, hogy az 1990-es évek végén erősödött meg igazán a CD formátum. Azt hiszem, nem tudom, most mondták, hogy hány éves volt a CD, már el is felejtettem, 30 éves azt hiszem, tehát maga a technológia az régebbi, de a 90-es évek volt a CD boomnak az időszaka, amikor a lemezkiadói oldal azt tapasztalta, hogy ugyanazt el tudja adni még egyszer. Tehát egyszer már megvettük bakeliten, vagy megvettük kazettán, és utána megvettük ugyanazt még egyszer CD-n. Tehát, hogy hirtelen megugrott a profit, és tulajdonképpen nem is kellett semmit tenni ezért. Ez most nagyon erős leegyszerűsítés, remélem kevés lemezkiadó van itt, bár egy van itt, tehát tőle ezután is elnézést kérek. És ebben az eufórikus állapotban érkezett az internetnek a kihívása, tehát már az első fájlcserélő hálózata az bizony még a 20. századnak a végén elindult. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a lemezkiadói oldal rendkívül rosszul reagált erre a helyzetre. Az egyik rossz reakció az az volt, hogy nagyon bíztak abban, hogy az emberek szeretnek birtokolni dolgokat, ami igaz is volt, és egyébként sok szempontból a mai napig igaz, de ez éppen akkor változott meg, és éppen akkor változott meg nagyon nagy erővel. Tehát arra próbáltak hatni, hogy egyre szebb, egyre csillogóbb, egyre hosszabb ilyen könyvet tartalmazó CD-ket adtak ki. És eközben pedig a korábbi retorikát csak megerősítették, és ebből lettek azok a ismert ijesztő filmek, amiknek itt egy paródiája. You wouldn't steal a handbag. You wouldn't steal a car. You wouldn't steal a baby. You wouldn't shoot a policeman and then steal his helmet. You wouldn't go to the toilet in his helmet. And then send it to the policeman's grieving widow. And then steal it again. Downloading films is stealing. If you do it, you will face the consequences. These anti-piracy ads are getting really mean. I think we're sitting too close to the screen, and the floor's all sticky over here. All right. Okay, let's move back then. Egy dolgot sose értettem, hogy ezt miért azoknak akarják mindig elmondani, akik megvették a DVD-t. Erre nem kaptam még választ, sose. No, de hát ugye miközben az egyik oldal nagyon hangsúlyosan mondta, hogy lopás, lopás, ne tedd, vedd meg az eredeti CD-t, aközben egy nagyon világos konfliktus kezdett kialakulni. Egy másik oldal, egy alapvetően az amerikai egyetemi körökből származó
internetes gondolkodóknak a köre, elkezdte hangsúlyozni az ellenérveket, hogy attól még, hogy letöltenek egy számot, vagy egy filmet, attól még nem lesz annak a másiknak kevesebb, ugye ellentétben a lopással. Ráadásul úgy megváltozott a fogyasztók igénye, hogy azt a legális alternatívák nem követték, tehát nincsen legális alternatíva. Aztán ott volt az az érv, hogy ugye szólásszabadság van, és hát az internet az a szólásszabadságnak a terepe, ezt nem szabad megakadályozni, nem szabad korlátozni. És hát jött az a első ránézésre fantasztikus ötlet még, szintén még a 90-es évek végén, Esther Dysontól, hogy hát alapvetően a tartalmat ingyen kell adni, és hozzáadott értékű szolgáltatásokat kell nyújtani. Azt sem ulasztott el, hogy rögtön a zenészeket megtanítsa arra, hogy ez micsoda. Az az ötlete támadt, hogy a lemez az legyen ingyen, vagy hát letöltés legyen ingyen, és hogy menjenek koncertezni, és hogy a koncertből éljenek meg. Azzal az aprósággal nem számolt, hogy korábban is koncerteztek a zenészek, tehát hogy ez nem egy olyan nagyon új jövedelemforrás lesz, és ez azóta is egy nagyon szépen igazolódik, hogy a koncertek nem fogják tudni pótolni azt a kiesést, amit egyébként egy nagyon masszív jövedelemforrás jelentett. Na de hát akkor lopás vagy nem lopás, fenntartva azt a álláspontomat, hogy lehet, hogy rossz a kérdés. Nézzük azért meg, mégis egy picit erről a lopásról beszéljünk, mert evidensnek tartjuk, de talán mégse az. És nézzük meg egy igazi klasszikus példán, a szamuráj kardoknak a készítésén, hogy mi is az, amit tulajdonolunk, és egy tolvaj mit visz el tőlünk. Amikor egy szamuráj kardot, egy katonát készít a mester, akkor az pár hétig tart, ameddig egyet elkészít. Előtte két hétig bőjtöl, és nem hál a feleségével. Egyébként a 6 hét alatt sem, ameddig a kard készül, sőt, nőnemű személy nem léphet be a műhelybe. Tehát elkészült a kardunk, van benne egy kis lemondás, egy kis munka, és akkor jön a tolvajunk, és elviszi a kardot. Ugye mit lopott el? Hát elsősorban az, hogy egyel kevesebb eladható példánya lesz ennek a szegény szerencsétlenek, tehát nem tudja eladni azt a kardot, amit egyébként, nem tudom, 10 000 jenért el tudott volna adni. De nem csak ezt lopja el. Ugye a kérdés, hogy mi az, amit még ellop, itt egy csomó mindent ide fölírtam kérdőjel, hogy mi az, amit még ellop. Hát ugye a munkát, azt a rengeteg munkát, amit belefektetett, igen. Azt a rengeteg időt, amit belefektetett, igen. De a tudását ellopja, a tudását nem lopja el. A tehetségét ellopja? Nem. Azt a marketinget, hogy kialakította magának évek alatt, hogy ő a legjobb szamurájkat készítő, ellopja, azt se lopja el. Sőt, lehet, hogy ezt még akár erősíti, és ugye, mert még többen fognak tudni róla, hogy ő milyen jó kardokat készít. Következő kérdés, egyel kevesebb vásárlója lesz? Ugye ez is egy érdekes kérdés. Tehát ellopta egy potenciális vásárlóját az a tolvaj? Hát ugye ez megint nem biztos. Nem, valószínűleg, ha lett volna annyi pénze, hogy megvegye a kardot, akkor nem lopta volna el, vagy nem lehet tudni. Szóval azért még ennél a nagyon evidens példánál is vannak kérdőjelek. Hát nézzük, mi van akkor, hogyha egy zeneszámot tölt le valaki a netről. Most akkor ugye mit lop el ez a bizonyos tolvaj? Egyel kevesebb lesz az eladható példány? Hát nem, jó, nyilván nem. Ellopja azt a munkát, időt, amit a zeneszám létrehozásába fektetett emberünk? Hát azt se lopja el. A tudást ugyanúgy nem, a tehetséget ugyanúgy nem, a marketinget ugye megint kérdés, lehet, hogy még jót is tesz neki. Egyel kevesebb vásárló lesz? Ugye igen vagy nem? Hát ez, na, ezen az egyel kevesebb vásárló lesz-e vagy sem, ezen zajlódnak még a mai napig így a Késhegyre menő viták. Hát persze a válasz rendkívül egyszerű. Van, aki egyébként igen, aki vásárló lett volna, és van olyan is, aki nem. Tehát ez egy ilyen társadalmi méretekben már mérhető, egyesével valószínűleg nem. De ha azt mondjuk, hogy ez a kettő egymáshoz képest olyan nagyon különböző, akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Barbie babával. Ami ugye nem egy zeneszám, amit letöltünk, hanem bemegyünk a boltba, és ellopjuk rendesen a Barbie babát a boltból. Hát ugye itt mit lop el a tolvaj? Hát ugyanezek a kérdések ugyanígy fölmerülnek, és ugyanígy nem fogunk tudni lassanként már válaszolni arra, hogy mi is a probléma. Ugye ez az egyel kevesebb eladható példány, ami a legnagyobb különbségnek tűnik a kettő között, az gyakorlatilag szerintem eltűnt a Barbie babánál. Ugyanis ugye teljesen külön válik az alkotási folyamat és a reprodukciós folyamat. Hagyományos testi tárgyról beszélünk, amit el kell lopni, ami a büntető törvénykönyv szerint is lopás, de elvált egymástól a kreatív munka és a többszörözési munka, ugyanúgy, mint ahogy a zeneszámok esetében elvált egymástól. Tehát az egyel kevesebb eladható példány itt sem bír jelentőséggel. Egy darab Barbie babát jó eséllyel 100 forintból létre lehet hozni, és 5 000 forintért adják el.
Tehát az egyel kevesebb példány nem fog senkinek hiányozni, bármikor legyártanak a levágott kezű kínai gyerekek még 120-at, de nem okoz ez se gondot. Tehát én azt gondolom, hogy itt már azért jól belekeveredtünk abba, hogy mi is a lopás, most, és ráadásul oda jutottunk el, hogy valószínűleg se a zeneszámnál, se a Barbie babánál nem olyan egyszerű eldönteni, hogy most ezt lopásnak tekintjük-e vagy sem. De a lényeg mégiscsak az, hogy amikor valaki azt mondja, hogy egy zeneszám letöltése lopás, akkor nem érti azt, hogy hogy működik az internet. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog. Tehát a korlátlanságot, azt a korlátlanságot, ami az interneten elérhető, azt nem érti meg. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy zeneszámot letölteni az lopás, akkor azt gondolom, hogy azért mond butaságot, mert nem érti azt, hogy hogy működik az internet. Nem érti azt, hogy hogy működik ez a korlátlan kínálatra épülő rendszer. Aki pedig azt nem érti, hogy ez mégiscsak lopás, az pedig ezt nem érti, hogy nincs már különbség egy zeneszám és egy tömegesen gyártott cikk között. Tehát valahol még sincs a kettő között különbség. Na, de most akkor ugye azért azt kell, hogy mondjuk, hogy a kérdésünkre, tehát hogy lopás vagy nem lopás, mind a két válasz rossz. Tehát akármelyiket mondjuk rossz a válasz, de ez csak egy dolgot jelenthet, ez pedig az, hogy a kérdés rossz. Mert hogy milyen értelmezési síkokon beszélhetünk arról, hogy mi a lopás? Hát, hogy most így négyet találtam, de megmondom őszintén, hogy nem kutattam föl az országgyűlési könyvtárat, hogy erről megnézem, hogy a technikai oldalon mi a lopás, az, hogy valaki elviszi valaki másnak a tárgyát. De ugye áramlopás, na az akkor minek minősül, ugye ezek a kérdések, tehát hogy mikor beszélhetünk lopásról technikai értelemben. A jogi értelemben hát ez még izgalmasabb, hogy a jogászok mikor mondják azt, hogy itt most lopásról beszélünk, és ott milyen szigorú következményekkel kell számolni, de hát természetesen erkölcsi értelemben beszélhetünk a lopásról. Ugye, amikor erkölcsi értelemben beszélünk a lopásról, akkor azért emlékezzünk egy picit arra, hogy amikor az a bizonyos két kőtábla megjelent, és rajta volt 10 darab törvény, akkor az nem azért volt olyan nagyszerű dolog, mert korábban senkinek nem jutott eszébe törvényeket írni, hanem éppen azért, mert korábban mindenki állandóan újabb és újabb törvényeket hozott létre. Ugye a zsidó vallás, amelyikben a 10 parancsolat megjelent, az éppen arról híres, hogy rendkívül sok szabállyal operál, a mindennapi életet vallási jelentőségű szabályok itatják át. Most ehhez képest az a 10 törvény, az éppen attól nagyszerű, hogy csak 10 van belőle, tehát hogy meg lehet őket tanulni. Ugye a ne lopj, az nem azt jelenti, hogy ne lopj, hanem nagyon-nagyon sok mindent jelent még. A ne lopj az azt is jelenti, hogy ne élvezd úgy valaminek az előnyét, hogy egyébként azért fizetned kellett volna. Jelenti azt, hogy ne törd meg a társadalomnak a gazdasági rendjét, hogy nem utyízzál. Ezek mind-mind erkölcsileg a ne lopj elv alá tartoznak. Tehát, hogy lopásról beszélünk, vagy nem beszélünk lopásról, ezt innentől kezdve mindenki egy picit talán nézze másként. És ami nagyon fontos, mert hát most erkölcsről beszélhetünk itt, de valószínűleg közös alap hiány nem jutunk sehova, a gazdaság az viszont nagyon is itt érint mindannyiunkat. Tehát, hogy gazdasági szempontból mi az, hogy lopás? Én azt gondolom, hogy ez az igazán érdekes kérdés. Felejtsük is el azt, hogy lopás, hogy gazdasági szempontból milyen következménye van annak, hogy tömegesen elkezdünk korábban pénzért megvásárolható dolgokat egyébként engedély nélkül megszerezni ingyen. És akkor nagyon-nagyon örülök neki, hogy rákapcsolódhatok az előző előadásra. Hi MTV, I'm a female in my mid-20s. Some of my favorite memories were hanging out with my friends, eating pizza, reading magazines, and watching music videos on your channel. Anyway, these days, I noticed that you only seem to air reality shows with really horrible, vapid people, and I just wondered, why don't you play music videos anymore? Thanks, Natalie. Dear Natalie, are you f***ing kidding me? Should we all preserve your precious sleepover moments spent watching promotional material from record labels in amber, like the mosquitoes in Jurassic Park? The answer is f*** you. I'm gonna break it down for you and every other person born before 1995, otherwise known as not our f***ing demo anymore, so we can all finally put this behind us. Yes, back in the day we earned our brand credibility by breaking new artists, but music videos were only worth making if they had actual promotional power behind them. And the game has changed.
your generation, not the one before you, not the one after you, your generation decided to steal music. And music videos are more worthless than ever before. Puff Daddy used to be able to drive a speedboat through an explosion. At least that looked cool. Now you're lucky if you can make it through some dire piece of shit video without a character checking their hot new iPhone for 3 seconds at a concert. Surprise! That gaudy, blatant product shot is the only reason that video got funding in the first place. Why bother otherwise when you can build an avid Twitter following for free? Before I continue, I just want to reiterate, it's your generation that stole music, and it's your generation that's bitching about us not playing music videos anymore. Okay, alright, moving on. But MTV, where can I go to hear hot new music from my favorite artists? Oh, I don't know. How about the most empowering informational tool since the printing press, aka the internet? You subscribe to their Twitter feeds, you follow them on Facebook, you trust a computer algorithm like Pandora to tell you what new artists you should listen to, and you can watch your music videos again and again and again on YouTube. Build a f***ing playlist if you're so inclined. Are you seriously not sick of your favorite artists yet? Do you have such a lady boner for Mumford & Sons that you need to see them tumbling out of one more screen in your house? If we played music videos today, here's what we'd be forced to play. Katy Perry, Owl City, Lady Gaga, Justin Bieber, Carly Rae Jepsen. We might as well change our name to iTunes Music Store TV, and you'd complain that we don't play enough Pavement, R.E.M., and Nirvana. Which brings me to my final point. Admit it, you're getting older, and you're afraid. Soon, you'll be totally irrelevant to pop culture, phased out. Soon you'll get married and have kids, develop totally new interests relevant to their survival and happiness. When you want to cut loose for a night out, you'll hire a babysitter, check silly old antiquated Google for showtimes, and realize no movie looks good to you anymore. Worst of all, your favorite artists will charge an arm and a leg for their comeback tour tickets, and they're going to look really old on stage. That is, if they don't already. So you toss out that old chestnut as a hip form of rebellion against the man. Why doesn't MTV play music videos anymore? And here's the kicker. That complaint is literally old enough to drive a car by now. Oh. And to answer your question about why we only air horrible reality shows about vapid people, because you watch that shit to feel superior. Go ask the mirror why you watch it. I don't give a shit. Now if you'll excuse me, I have a check to write myself. Hi, is this the check office? I'd like to write a check to myself. For like a whole shit ton of money. Excellent. Azt hiszem, minden zeneipari emberről ezt gondoljuk, nem? Ugye nagy pénzekről állít ki magának csekkeket. Ez nem igazi egyébként. Jó? De alapvetően azért, amit érdemes belőle talán észrevenni, az az, hogy még ez a kis tréfás videó is keveri a dolgokat. Ugye egyrészt azt mondja, hogy ez azért van, azért nem játszunk zenei videókat, mert ti lopjátok a zenét, akkor mi bajotok van vele, de utána azt mondja, hogy nézd a YouTube-on. Ugye a YouTube az meg már mégse az a zenelopós hely. Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy van egy konkrét bizonyítékom is arra, hogy rossz a kérdés, hogy lopta vagy nem lopta. Hogy nem amiatt megy lefelé alapvetően a zeneipar, mert lopta vagy nem lopta. És ez pedig erre a jó példa az a nyomtatott sajtó, amelyik abszolút képtelen volt felvenni a versenyt az elektronikus sajtóval, majd pedig a hírportálokkal. És alapvetően azt lehet látni, hogy annak ellenére megy össze a nyomtatott sajtó, hogy egyébként senki nem lopja, senki nem akarja letölteni a netről a Mai Népszabadságot PDF-ben, ahelyett, hogy megvenné, hanem elmegy az Indexre, az Origóra és ezer másik helyre. Tehát, hogy nem az az alapvető probléma, hogy valakik illegálisan beszerzik azt az adott művet, hanem az az alapvető probléma, hogy teljesen megváltozott az embereknek a fogyasztási szokása, és hogy ezt képtelenség volt követni. Én kimerem azt is jelenteni, hogy ebben a lemezkiadók sem hibásak, bár egy-két ponton én a helyükbe azért más léptem volna, tehát például a DRM-mel ellátott zenék helyett lehet, hogy valami mást kellett volna lépni, de alapvetően azt gondolom, hogy erre a változásra, ami lezajlott, lehetetlen volt felkészülni. Hogyha valaki igazán profi zeneipari szakember lett volna, aki a jövőbe lát, az sem tudta volna valószínűleg igazán jól kezelni ezt a helyzetet. Éppen azért, mert a file cserélő hálózatokon minden zene, minden film, minden szoftver elérhető.
És hiába van egy, vagy két, vagy akár 10 fontos piaci szereplő, amelyik eldönti, hogy ezt mostantól jobban fogja csinálni, ha többiek nem jönnek vele, akkor teljesen esélytelen egyedül ebben a harcban. Nem olyan régen keresett meg engem a Galaktika nevű folyóiratnak a szerkesztője, ők is elkezdték érzékelni azt, hogy annak ellenére, hogy nekik tényleg rajongói bázisuk van, tehát nekik nem olvasóik vannak, hanem rajongóik vannak, ennek ellenére letöltik inkább a netről a Galaktikát. És hogy mit lehetne csinálni? És leginkább azt tudtam neki mondani, hogy hát figyelj, leginkább semmit. Önnáluk még azt sem tudom mondani, hogy menjenek el koncertezni. Úgyhogy ez egy komoly probléma. Hát egy jó tanácsom lett volna, hogy fogjon össze a többi hasonló kiadóval, és a többi kiadóval együtt csináljon egy olyan oldalt, ahol mondjuk előfizetési díjért lehet akármennyi Galaktikát, HVG-t és nem tudom, fotómagazint megnézni. Akkor talán van esélyük, hogy most még meg lehet fogni a fogyasztókat, egyébként teljesen esélytelen. Na jó, hát ha nem a valódi kérdés nem az, hogy loptuk vagy nem loptuk, akkor mi a valódi kérdés? Ez. Ki fizeti a prímást? Készítettünk egy felmérést nem olyan régen. Első kérdés. Ön szerint megérdemel-e a zenész díjazást azért, mert a műveit az interneten terjesztik? 80%? Igen. Következő kérdés. Ön hajlandó lenne fizetni azért, hogy... Igen, 20%. Tehát akkor ki fizeti a prímást? Hát ez a nagy kérdés. Tehát, hogy ugye aki fizeti a prímást, az mondja meg, hogy mi legyen a dal. És nagyjából azt lehet mondani, hogy ha nem mi fizetjük, fogyasztók, akkor van két jelentkező, aki nagyon szívesen megteszi ezt helyettünk. Az egyik az a szponzor. A másik pedig az állam. Tehát ez egy valódi vers viszont, tehát ellentétben az előző videók, ez egy valódi vers. Nem is írom ki a költő nevét, mert valószínűleg nem feltétlenül jó szántából csinálta, vagy lehet, hogy félre utazott, de mindegy. Ezt le tudom játszani, szerinted? Csak ennyi, egy kis ízelítő. A Suzuki csinált most egy olyan kampányt, hogy 6-7 zenekarnak készített, ahelyett, hogy reklámfilmet készített volna 1 millió forintból, vagy 500 000-ből, ahelyett készített 6 zenekarnak egy-egy videoklipet. Egy picit mindenhol megjelenik a Suzuki, meg az elején I Love Suzuki, meg a végén I Love Suzuki van. Most ez alapvetően egy tök jó dolog, és ez nem egy tolakodó szponzoráció, ennél vannak tolakodó szponzorációk is. De azt lehet mondani, hogy a zeneiparban a szponzoráció most kezd igazán megjelenni. Különösen itt a végeken, itt minden egy kicsit később jelenik meg. Most kezd megerősödni az a szponzoráció, és arra szeretném felhívni a figyelmeteket, nem arra, hogy ez a videó milyen, hanem hogy ki döntötte el, hogy erre a dalra készüljön videó. És hát mondhatjuk, hogy mi döntöttük el, fogyasztók, de azért ez csak nagyon erősen részben igaz. Tehát még a CD-ket, amikor megvettük, akkor mi döntöttük el, hogy melyiket vesszük meg. Itt már valaki más dönti el helyettünk. És mondhatjátok erre, hogy ez ma már nem így van, vagy ez olyan régen volt, de én meg akkor egy éppen mai példát hadd hozzak nektek. Thank you.
ez már nem olyan szép része. Nem, tovább megyünk. De ezt csak arra hoztam tényleg példaként, hogy persze ők is mondják, hogy hát persze attól még, hogy az állam ad rá pénzt, nem azt jelenti, hogy ő tartja el, de részben igen. És ha az állam fizeti a prímást, akkor ő mondja meg azt is, hogy mi legyen a dal. Erre volt az a graffiti felirat, hogy az államnak rossz az ízlése, és napról napra jobban egyetértek vele. Szóval azért mégiscsak kéne valami jövőképet fölvázolni, hova megyünk tovább, van-e hova tovább menni ebből a helyzetből, ahelyett, hogy azon vitatkoznánk, azt már lezártuk, hogy lopta vagy nem lopta, akkor viszont mi legyen holnap. Vannak alternatív üzleti modellek, olyan átalakulásban van elsősorban a zeneipar, amit mindenképpen érdemes figyelni. Ugye a letöltések helyett egyre inkább megtanuljuk, hogy a hozzáférés elegendő. Ez a megközelítés, ez Amerikából jön nagyon erősen, ahol az emberek egyébként is megszokták, hogy az autót, a házat, mindent bérelnek. Tehát sokkal kevésbé meglepő számukra az, hogy nem az enyém az a fájl, amit én megvettem, de azért még most egy jó ideig lesznek még ilyen hírek majd az Index főoldalán, hogy valaki, nem tudom, évekig használt valamilyen zenei szolgáltatást, és aztán utána egyszer csak elveszti az összes fájlját. Tehát még meg kell tanulnunk együtt élni azzal, hogy nem a miénk a fájl. Azzal már megtanultunk együtt élni, hogy nem a miénk a CD. Következő lesz az, hogy a fájl sem a miénk. Folyamatos internet kapcsolat mellett ez már nem lesz gond. Az már most látszik, már most, és ez nem közvéleménykutatás, hanem ez kifejezetten az adatokból látszik, hogy a fájlcsere forgalma csökken már, és helyette a streaming forgalom növekszik nagyon meredeken, tehát a YouTube, de nem csak a YouTube, hanem minden más hasonló streaming szolgáltatás erősödik. Ami talán még ennél is fontosabb, hogy a legális zeneáruházakban a letöltésenkénti fizetés helyett előfizetéses szolgáltatások indulnak, tehát olyanok, amik arra emlékeztetnek, mint amit a kábel tévénél azt hiszem majdnem mindenki használ. Tehát, hogy havi X forintért korlátlan mennyiségben lehet zenét hallgatni, filmet megnézni, egyebek. És hát ami szintén talán egy jó irányú változás ezekkel párhuzamosan, hogy a fájlcserélő hálózatoknak a bizonytalansága helyett, ami ugye, hogy nem biztos, hogy azt a fájlt sikerült megtalálni, nem biztos, hogy nem vírusos, ahelyett valóban profi szolgáltatásokra kezd kialakulni végre az emberekben az igény. Ez nagyon lassan jut el ide hozzánk keletre. Azt tudom nektek mondani, hogy Skandináviában, Amerikában, nem még Franciaországban is nem ciki az, hogyha egyébként egy fiatal például Deezert használ. És akkor térjünk vissza ehhez a bizonyos erkölcsi kérdéshez. Ha mindezt elmondtam, akkor nem kéne kipróbálnotok ezt a Deezert? Most december végéig ingyenes. Tehát havi, azt hiszem 1390 forint egyébként az ára, és ezért korlátlan mennyiségű zenehallgatást tesz lehetővé. És azért is javaslom kipróbálni, mert azt is megmutatja ebben az ingyenes, még hátralévő másfél hónapban, hogy egyébként milyen az, amikor nem furcsa mappákban kell kutakodnunk bűntudattal, hanem tényleg jó minőségű szolgáltatást is kapunk hozzá. Azzal szeretném megköszönni a figyelmeteket, hogy felhívom a figyelmet a bal felső sarokban erre a logóra. Az előadókkal és a kiadókkal indítottunk egy közös kampányt a ProArt keretében, aminek az a neve, hogy Fair Play. És alapvetően az a célja ennek a kampánynak, hogy azt az üzenetet megpróbálják a zenészek átadni, hogy ő nekik a zene nem csak a szerelmük, hanem a zene a szakmájuk is. És ha nem akarjuk azt, hogy kizárólag amatőrök legyenek a placon, hanem legyenek profik is, akkor fizetni kell a zenéért. Köszönöm szépen!